Sziasztok! Egy kicsangoló videóval jelentkezem nálatok, ami egy igen érdekes apropó, ugyanis nekem volt egy iPad Air-em, amit még 2013 őszén a bejelentés időpontjában hoztunk el a Telekomtól mobil internet előfizetéssel, és tökéletesen kiszolgálta a maga idejét, idén lesz 4 éves, és hát azt nem mondom, hogy az iOS 10 a legutolsó szoftver, ami rámegy, azonban a 11-es már a beta időszakában is elég élőszeműsen ment rajta. Így úgy döntöttem, hogy megválok tőle. Föl is töltöttem a jófogásra, a videó leírásában itt alul meg fogjátok találni a hirdetés linkét. Jelenleg 79.900 forintért árulom, magát a készüléket dobozával, töltőjével, eredeti Lightning kábellel, egy hozzátartozó fekete smart coverrel és egy Lightning to AV VGA átalakítóval, tehát a teljes ár tartalmazza a Lightning VGA átalakítót, a smart covert és magát a készüléket eredeti papírokkal, töltővel, Lightning kábellel. A kép a hirdetésben látható esztétikai működésben, kifogástalan állapotban. A szoftver frissítéssel iOS Beta 2 fut rajta, de amennyiben érdekel valakit, úgy visszatelepíted rá az iOS 10-et minden további nélkül. Nos, mivel lejárt az ideje az iPadnek, az iOS 10 a legutolsó stabil rendszer, ami szépen fut rajta. Így úgy gondoltam, hogy 3,5 év, közel 4 év után újítunk egyet, és egy olyan tabletet szerettem volna, ami szintén iPad, viszont nagyon érdekel engem a grafikai tervezés, az utómunka, a retusálás, a 3D látvány tervezés. Ezért úgy döntöttem, hogy egy iPad Pro lesz a szerencsés kiválasztott. Viszont nagyon megörültem, amikor az idei WWDC-n, a keynote-on bemutatták a 12.9-es iPad Pro kistesóját, a 10.5-öst. Az iPad Air ugye, mint tudjuk, 9.7-es képátlóval rendelkezik, az iPad Pro kisebbik változata, ami ma jelenleg kapható a kínálatban, az pedig a 10.5-ös. Nos, mivel az előző is telekomos volt, így maradva hűséges társuk a Telekomnak, tegnap megérkezett az iPad Pro 10.5-ös asztroszürke kivitelben, hiszen én megőrülök a fehér előlaptól, tehát szóba se jöhetett sem a gold, sem az ezüst, a rossz goldot meg nem hagyom a csajoknak. Nos, nézzük is, hogy miért pont a 10.5-ös változatot gondoltam ideálisnak. Nekem van egy fotós táskám, amiben a Panasonic FC200-as fényképezőgépem teljes arzenája, illetve az eddigi iPad Pro is megtalálható volt. Kényelmesen tudtam vinni magammal útra, kirándulásra, vagy nagyobb utazásra is. A 10.5-ösnek a háza nem sokkal nagyobb, mint a 9.7-esé, igazából a kávája lett kisebb két oldalt, így nagyobb kijelző fér el benne, és nem kell hozzá újat vásárolni, már táskát, amiben hurcolászom. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá új smart cover, vagy egy teljes védelmet nyújtottok, ez is már ki van nézve, illetve majd későbbiekben, szeptember végén vagy október elején, ahogy a keretek megengedik, egy Apple Pencil is be fog figyelni, tehát itt még várhatóak lesznek nagyobb unboxing videók is. Ami tudni érdemes erről a tabletről, hogy 120 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik, tehát igazán folyékonyan működik rajta a munka, illetve az Apple Pencilnek a válaszidejét is lecsökkentették, így szinte real-time-ban reagál a kézmozdulatokra a ceruza, kiválóan lehet vele dolgozni. Na de nézzük is, hogy mi van a dobozban.
hiszen egy ilyen kicsikét nem mutogatni kell, meg dobozban tárolni, hanem ki kell csomagolni. Most a GoPro-t kicsit lejjebb állítom, hogy jobban lássátok a dobozt. Hoztam magam egy ilyen kéziszerszámot, amivel ki tudom nyitni. Nos, nézzük is meg. Ez a változat 64 GB-os Wi-Fi Plus cellular, azaz SIM-kártyás változat. Külön SIM-kártya, külön mobil előfizetés nem lesz vele használva, ugyanis a telefonomon van elég internet ahhoz, hogy meg tudjam vele osztani hotspoton. Nekem egy iPhone 6S készüléken van, ami jelenleg a mobil monitor szerepét tölti be, így azon nézem a kamerának a képét. A videót magát egy GoPro Hero 4 Black Edition-nel veszem föl, az állványát pedig a GoPro Section Mount biztosítja. Jelenleg be van kötve hálózati adapterrel, ugyanis merülőfélben volt, és nem akartam, hogy pont videó közben adja meg magát, de ne is szaporítsuk a szót, nézzük meg a kicsomagolást. Szépen körbevágjuk a fóliát, az iPad doboza körül, mind a három oldalon, utána már kényelmesen le lehet szedni róla. Óvatosan, hogy ne sérüljön maga a doboz, hiszen az még a későbbiek során kell, illetve hozzátenném, hogy én minden dobozt el szoktam tenni magamnak, hiszen maguk az Apple termékek csomagolásai is megérnek egy külön adást, mert csodálatosan vannak becsomagolva, és egyszerű a kinyitásuk is. Még itt kell elvágni, még itt van egy kis beakadása. Ja, meg is van. Oké, késre már nem lesz szükségünk, és ide félre tesszük. Szépen lefejtettük róla a műanyagborítást. És kicsit eltűnök itt a háttérbe, de itt vagyok, tehát nem tűntem el. Így. Ki is tudtuk szedni. Erre már nem lesz szükségünk, úgyhogy ezt félre rakjuk. És akkor, hát elő is bújt a maga a doboz. Gyönyörűen néz ki. Na most, ami zseniális, és talán így látható a legjobban, hogy itt, ezen a ponton egy hölgy úszik a tengeren, és zseniális háttérképet készítettek a Apple dolgozói. Nagyon jó, bezizegett a kamera, nem baj, éppen egy e-mail jött. Na most a 10.5-ös iPad Pro nekem munkacélra kell legfőképpen, hiszen webdesignerként dolgozom, weboldalak tervezésével és kivitelezésével töltöm az időmet. Mind a mellett, hogy azért játszani is szoktam, de az mondjuk inkább számítógépen, egy 21 szolos iMac-en végzem. Kamionszimulátorral, illetve pókerezés és egyéb ilyen kártyajátékokkal töltöm az időmet. Na most, amikor az iPad Pro-nál döntöttem, akkor még az is szempont volt, hogy 3D modellezésre alkalmas legyen, fotóretusálásra, illetve videóvágásra. Na most erre a készülékre föl lesz telepítve a LumaFusion, professzionális videóvágó program, az Affinity Photo, illetve a Shaper 3D nevű magyar fejlesztésű 3D modellező programocska is. Most megfogjuk a két szélét, és megpróbáljuk kinyitni, ami sose volt egy egyszerű eset, de már megvan. Szépen ki lehet csúsztatni. Így ki kell rázni belőle. Ez az. Ez az. Nagyon jó, már meg is indult. Ez az, sikerülni fog. Kell egy kis válsegítés. Ez az. Nagyon jó. Már
is meg vagyunk. Csak óvatosan, hogy ne sérüljön. Ez az. Körbeforgatjuk, hogy minden oldal szépen kicsúszson. Ügyelve arra, hogy ne sérüljön. Ez az. Már lehet, hogy ezt a részt fölgyorsítom, hogy ne szenvedjetek, míg én itt kibontom. Ez az. Megvan. Ó, és elő is bukkadt. Na, pakoljuk vissza egyenlőre, ami benne van. Hiszen úgy ér valamit az unboxing, hogyha szépen van csinálva. Nos, így néz ki dobozában szépen az iPad. Ez így néz ki becsomagolva. Szerintem igazán gusztusos. Itt van benne a... Most ezt ide kicsit félre tesszük. Itt van benne a szokásos paperwork. Én most ezt nem nyitom ki, láthattátok számos videóban. Benne van a használati leírása, benne vannak a Apple matricák, és benne van a egyéb tájékoztató is. Ezt most ide félretesszük. Benne van a gyári töltője, gyönyörűen becsomagolva. Én most ezt se csomagolom, kihagyom a dobozban, ugyanis nekem van egy Anker 4 USB-s nagy kapacitású töltőfejem, amit az Amazonról rendeltem be. Ennek a linkét szintén meg fogjátok találni a videóban. És így erre nincsen szükség, tehát én ezt visszateszem. És benne van az Apple-nek a szokásához híven egy Lightning to USB átalakító kábel is. Ezt is ismerhetitek már, de ez se kerül kibontásra, hagyom eredeti állapotában, ugyanis szintén az Anker-től az Amazonon vásároltam 1,8 méter hosszúságú Lightning to USB kábeleket, így ezek érintetlenül benne maradnak a dobozban, így szépen nem kell őket utólag visszagöngyölni, vagy bármi mást. Na most egy érdekes dolog, amit szeretnék megosztani, és ezt az Apple-nek már bevált szokása, megpróbálom megmutatni, hogy jól lássátok. Ott, igen, az a kamera pöttye, a kiálló kamera besülyeztése, hogy beleférjen a dobozba. Na most, igen, itt a kicsike, ezt ide beleteszem, hogy megmaradjon az állvány. Az érintő felületet még nem ismerem, ennek a 120 Hz-es kijelzőjét még nem néztem meg élőbe, ugyanis én annak a híve vagyok, hogy ha megtetszik valami, akkor vegyük meg online, és nem jó, visszaküldjük, bár erre még nem került sor, hála a jó Istennek. Picit nehezebb, mint az iPad Air-en volt, ezt már most meg tudom állapítani, tehát van súlya az iPad Pro 10.5-nek, és az iPad Air-rel ellentétben ennek már Touch ID is home gombja van, ugyanúgy, mint a 6S-nek, viszont a Touch ID az én esetemben nem sokat jelent, hiszen nincs új lenyomatom. Ez az alapbetegségemből ered, ugyanis mivel a bőröm nagyon hámlik, így folyamatosan cserélődik a bőr felszíne, a bőr mintázata, így ezt nem tudom használni. De készíteni fogok nektek egy videót magáról az alapbetegségemről is, amelyet ichtiózisnak hívnak, így majd meg fogjátok tudni nézni. Nos, dobozt én ezt elveszem, ide teszem magam elé, kést ide oldalra, és akkor nézzük meg, vegyük le róla ezt a fóliát. Ennek a fóliának a levétel teljesen egyszerű, ugye itt van ez a nyitófül, mint ahogy ezt már több videóban lehetett látni. Megfogjuk.
és már fel is van húzva. Itt alul felül fölbontjuk, és kiveszünk belőle az iPad-et. Ezt is elteszem, hát ha jó lesz későbbre. Gyönyörű. Tehát ez egy olyan készülék, amiről nem kell sokat beszélni. Szerintem még szebb is a Touch ID gombja, mint a iPhone 6S-nek. És hihetetlenül keskeny a kávája, azt már most látom. Hátul nem sok minden változik, illetve nekem egy dolog tetszik, hogy a Wi-Fi plusz celluláros modelleknek a hátulja is most már ugyanolyan színű, mint a hátlap. Talán így jobban látszik. Tehát csak egy kis csíki jelzi az antenna helyét. Így tökéletesen megfelel az alaphelyzetnek. Na most többféle videót tervezek. Tehát az iPad Pro kicsomagoló az csak egy kezdet. Ugyanis én tervezek nektek készíteni egy iOS 11-es és iOS 10-es összehasonlító videót, amit természetesen az iOS 11 hivatalos megjelenésekor meg fogok csinálni. Az iOS 11-et nem fogom tudni nektek telefonon megmutatni, mert majd az új iPhone-nal fog érkezni. Én az iPhone 6-est nem szeretném iOS 11-re frissíteni, hiszen nem jelent annyi újdonságot a Control Center-en kívül, mint az iPad-en. Na már most. Ugye itt van az iPhone-om, itt mutatom nektek, ami a mobil kamera képernyőm is most. Az iOS 11-ben van egy nagyon hasznos funkció, ami maga a screen recording, illetve screen sharing, amikor a képernyő felvételt készíthetünk közvetlenül a készüléken. Itt nem kell az eszközt iTunes-ra kötni, és a QuickTime-mal felvételt készíteni. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudom megcsinálni nektek az összehasonlító videót. Akkor nézzük is, kapcsoljuk be. Bekapcsoló gomba után szokásosan. Fölül van. Én úgy emlékeztem a régiről, hogy másik oldalon van a hangerő szabázó, mint ahol a bekapcsoló gomb, de akkor megint én emlékszem másként. Már be is kapcsolt, látható az Apple logó. Megfordítom nektek. Vigyáznom kell, mert ennek kiáll a kamerája. Ugyanúgy, mint az iPhone 6S 7 esetében. Már köszönt is engem az iPad. Nézzük is meg akkor, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Most a telefon képernyőt azt lefektettem, és előveszem magamnak a kis Anker iPad állványt, hogy kényelmesebben tudjam használni. És hát ez is vettem 10.5-öst, vagyis ez is lett elhozva a 10.5-ös, mert nem én vettem, hanem szüleim segítségével lett elhozva. Azt kell még tudni, hogy ez a kis állvány több fokozatban állítható, így teljesen jól tudom használni majd rajzolásra, 3D tervezésre. Azt mondja, nyomja meg a hanggombot. Hát, megnyomom a hanggombot. Most a nyelvet kell kiválasztani. Egyesült Államok. Hát, én nem azt szeretném, hanem Magyarországot jelölöm meg. De tudjátok, nem is így csinálom. Felétek fordítom, és akkor jobban fogjátok látni. Így látni? Nézzük csak kicsit. Jó betükröződik. Akkor állítunk egy kicsit a bőlészszögön. Összép hajtom a állványt, és beletesszük vissza a kis iPad-et. Jó, vissza. Oké, előre kezdjük. Még nem lett semmi beállítva, úgyhogy nem kell aggódni. Oké, ez így most látszódik. Ja. Kiválasztjuk itt, hogy magyar. Itt most meg kell adni a területi beállításokat,
Tehát beállítom, hogy Magyarország. Tökéletes, most dolgozik. Itt most meg kell adni a wifi-nek a jelszavát, amit nem tudok fejből, de amúgy se osztanám meg veletek. Úgyhogy én most ezen kapcsolódás az iTunes-hoz, másik hálózat. Itt most a GoPro wifi-je is megjelenik, itt legfelül. Így én most azt mondom, hogy ezt kihagynám, az iPad beállítása iTunes, szóval wifi hálózat nem érhető el. Jó. Jelszó. Hát ezt nekem meg kell nézni, úgyhogy ki kell mennem a dossziéhoz, és akkor megnézem. Na most az iOS 11-ben az iPad-eknek a billentyűzete is megváltozik, hiszen megkapja a teljes értékű billentyűzetet, számbillentyűzettel, mindennel. Illetve mutatok nektek még valamit, hogy miért is könnyű nekem a iPad használtam. Ugyanis, amikor én 2012-ben elkezdtem Macintossal foglalkozni, akkor beszereztem egy Apple Wireless Keyboardot, így az iPad-et is azzal fogom használni valószínűleg, hogy a kezemről lejövő kenőcs, illetve egyéb szennyeződés, na nem kosztáltatva, nem kell tartani, hogy kaszos a kezem, minél inkább kevésbé terhelje meg az iPad-et. Ugye hozok is bele elemet, mert elemes a lelke. Van itt kettő darab feltölthető akkumulátor, és kell nekem egy 20 forintos. Na azt jó bele tudom tenni, itt is van. Van itt nekem mindenféle, 20 forint, 100 forint, de most találtam egy 200 forintost. Akkor ezt beletesszük. Jó. És ez az eszköz Bluetooth-on kommunikál a iPad-del, meg minden mással, amivel összepárosítjuk. Így tökéletesen használható a gépelésre, meg munkára. Ugyanúgy használhatóak benne a OSX-ből megismert billentyű parancsok, így teljesen könnyedén kommunikálhatunk az eszközünkkel, anélkül, hogy hozzá kellene érni a képernyőhöz, természetképernyőhöz. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan funkciók, amit csak érintőképernyőn tudunk elérni. Jó. Jó, akkor először ezt be kell kapcsolni. Ez remélhetőleg mindjárt párosodik is a iPad-emmel. Már villog. Jó, akkor először ezt kézzel kell bepötyögni. Mindjárt hozom a jelszót. Mert olyan ritkán írom be, hogy nem tudom. Na, itt is vagyok. Majd ezeket a üres járatokat ki fogom vágni a post-production alkalmával. Akkor a számbillentyűzetre visszaváltunk, és akkor beírjuk a
jelszót. Rányomtunk a csatlakozásra. Most elvileg csatlakozik. Meg is fordítom, hogy ti is lássátok szépen. Így. Helytelen jelszó a Telekomhoz. Akkor nem jól lett felírva. Na nézzük csak. Jó, akkor megpróbáljuk csupa nagybetűvel. Visszafordítom, hogy lássátok. És én mindig helytelen. Akkor kénytelen leszek kimenni a főrúterhez és megnézni. Mert úgy lett átlukasztva a papír, hogy pont az első karakter nem látszik. Ajtót becsukom. A Home Studio-nak az ajtaja azért legyen csukva. Nos, ki fogok szúrni vele, ugyanis úgy az a jelszó, ami föl lett írva. És most kezdhetem előre, mert ez állt közben az iPad. Jó. Nos, ez jól van felírva, tehát még egyszer megpróbálom. Igen. Sikerült. Én voltam a hülye. Tessék, már tovább is lépett. Tehát itt már tökéletesen tudjuk használni. Jelenleg 81%-on van a töltés. Töltöttsége az iPadnek. Így azért eléggé szépen ki fogja bírni a beállítási folyamatokat. Közben ellenőrzöm a képminőséget, tökéletes, jól látszik minden. Egyébként ez az első unboxing videó, szóval elnézést kérek, hogyha kisebb problémák vannak a felvételben, de igyekszem ezt utómunkálatokkal helyreállítani. Pár percig eltarthat, amíg az iPad aktiválódik. Hát erre most kíváncsi leszek. Úgyhogy a vastagsága körülbelül ugyanakkora, mint az iPad Airé.
Tehát most technikai infókat ugyanígy megtaláljátok az interneten, tehát belinkelem a videó leírásába az iPad Air és az iPad Pro 10.5-nek a technikai paramétereit. Most jelenleg az történik, hogy az iPad-et az Apple szerverei felé aktiváltuk. A helymeghatározás van, azt írja, hogy a helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a térképek és az olyan szolgáltatások, mint az iPad keresése összegyűjtsék és felhasználják az ön megközelítő tartózkodási helyet jelző adatokat. Na most ez a megközelítő, ez annyira pontos szokott lenni, hogy érzékeli, hogyha egyik szobából a másikba átmegyek. Tehát helymeghatározást engedélyezem. És itt most új lenyomatot kéne venni, amit nem veszünk értelemszerűen. Tehát a Touch ID beállítását későbbre ütemezem, ami itt található. Később állítja be a Touch ID-t. Igen, a Touch ID beállítása helyett a folytatásra megyek. És itt azt kéri, hogy adjak meg egy jelkódot. Na most ezt se osztanám meg veletek. Bár tudom, hogy ti nagyon kedvesek vagytok, és nem jönnétek vissza a szituációval, de hát akkor is. Igen, itt még nem lehet a Bluetooth beállítani. Azt mondja, 6 karakteres, rendben. Nem egyeztek. Oké, most már működik. Most visszafordítom felétek, akkor lássátok. Most jelenleg az alkalmazások és adatok visszaállítás iCloud-ból, vagy visszaállítás iTunes mentésből, beállítás új iPad-ként, vagy az utolsó költöztetés Androidról. Na most hát nincs Androidom, így új iPad-ként kívánom beállítani, így ezt már meg is bögtem. Meg kell adni az Apple ID-mat. Na nézzük. Beírjuk a felhasználó nevet. Igen, beírjuk a jelszót. Következő. Apple ID ellenőrző kód érkezett, természetesen a telefonomra. És itt meg kell adni az itt meglátható számsort, amivel ellenőrzöm, hogy tényleg én vagyok. Én ezt a beállítást mindenkinek javasolnám, ezt a két lépcsős azonosítást, még elkerülhető, hogy indokolatlan belépések történjenek, illetve a hekkerek munkáját is megnehezítjük jelentősen. Itt az általános szerződési feltételeket mutatja meg nekünk a készülék. Na most ezt nem körgettem végig, hanem nemes egyszerűséggel elfogadom, hiszen nem ez az első készülék, így tudom, hogy mit fogadunk el. Itt ezt eltávolítjuk. Na most azt is tudni kell, hogy 4 hangszórós maga az iPad Pro, így mindjárt meg fogjuk nézni, hogy milyen hangja van. Föl fogunk menni egy YouTube videóra, ami egy másik munkámat mutatja be, ami biztos, hogy nem YouTube védett zene, így be tudom nektek mutatni a hangját is. Most jelenleg beállítások történnek. Eltarthat pár percig az Apple ID-jának beállítása. Jelenleg egy magyar Apple ID-t adtam meg, így a magyarországi App Store-ból tudok vásárolni, viszont van egy amerikai ID-m is, amivel kifejezetten a tengeren túlról elérhető alkalmazásokat is be tudom szerezni. Erre azért volt szükség, mert még a kezdetek kezdetén 2012-13 tájékán
nem volt lehetőség magyar ID megadására, illetve nem is gondoltam rá, hogy megadjam. Így amerikaival kezdtem, onnan szereztem be az alkalmazásokat, mert egyre több magyar fejlesztésű alkalmazás, mint például a Shaper CD megjelent, így meg nagyon sok program magyar sztorból volt elérhető, így létrehoztam magamnak egy magyar Apple ID-t is. Jó, most itt az iPad elemzése segített az Apple-nek termékei szolgáltatásai javításában az iPad-je használati adatai elemzésének engedélyezésével. Később ezt a beállításokban módosíthatja. Az adatok gyűjtésére az adatvédelmet megőrző technikákkal, például differenciális adatvédelem alkalmazásával kerül sor, és az elemzés nem kapcsolódik önhöz, illetve az ön fiókjához. Hát én ezt engedélyezem az Apple számára, hiszen ezzel tudja a munkánkat megkönnyíteni, hogy elemzi az adatainkat. Alkalmazás elemző, ezt is engedélyezzük az Apple számára. Megosztjuk. TrueTone megjelenítés. Ez is egy újdonság, kifejezetten Apple iPad Pro 10.5 esetén. Itt a még életűbb színeket mutatja meg nekünk, így megtekintés a TrueTone megjelenítés nélkül. Nem akarjuk, így folytatjuk TrueTone megjelenítéssel. Üdvözli az iPad, hát ez csodálatos. És mint láthatjátok, be is üzemeltük az Apple iPad Pro 10.5-ös készüléket, így a kicsomagoló unboxing videó ezen véget ér. Köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm, hogy végig itt voltatok velem, és hamarosan jelentkezem egy élménybeszámolóval is, illetve azért még nézzük meg a kijelzőt, így fordítom nektek, meg egy picit a GoPro-t lejjebb teszem. Így, hogy lássátok. Jó, GoPro-t picit lejjebb állítom. Még egy picit, így tökéletes. Tehát, mint látjátok, gyönyörű szép a kijelzője. Az animáció kifejezetten fluentek, folyékonyak, szépen láthatóak. A GoPro 60 frame per szekundumos videót rögzít, így valószínűleg nem jön át az a görgetési élmény, amit a 120 Hz-es kijelző biztosít, de higgyetek nekem, nagyon szépek az animációk. Illetve majd később, amikor meg lesz a Apple Pencil is, október, szeptember vége, október tájékán, akkor természetesen annak unboxingolását is be fogom mutatni, és meg fogom mutatni, hogy az Apple iPad Pro miként viselkedik az Apple Pencil-el, és miket lehet csinálni. Addig én előkészítem a programokat, előkészítem a munkára az iPad-et, hiszen fel kell tölteni rá az iWorks irodacsomagot, fel kell telepíteni rá magát a Shaper-t, az Affinity Photo-t, a LumaFusion-t, fel kell telepíteni rá az iMovie-t, hiszen avval is szoktam dolgozni, a GoPro-nak a gyári alkalmazását, a GoPro Quick-et, mert azt is nagyon szeretem, és majd időközben kiderül, hogy még milyen alkalmazásokat találok, ami számomra hasznos a mindennapok során. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, szép estét kívánok nektek, Gergő voltam.